Jó estét kívánok! Most még nagy a csönd itt a palotavárosi tavak körül, de jövő héten szombaton benépesül a környék, hiszen kezdetét veszi a 7. fehérvári halünnep. Erről lesz szó a mai esti mérlekben. Tartsanak velünk! Ilyen és hasonló finomságokra, csalogató illatokra és jó hangulatra számíthat az, aki ellátogat a palotavárosi tavakhoz jövő szombaton. A város második legnagyobb gasztroversenyének a kulináris élvezetek mellett az is fontos célja, hogy felhívja a figyelmet a halfogyasztás fontosságára, az egészséges halételekre. 2013-ban keresett meg bennünket a városvezetését a HOFESZ helyi szervezete, azzal a nagyon érdekes ötlettel, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha itt a palotavárosi tavak mellett rendeznénk egy nagy második nagy gasztronómiai rendezvényt a lecsó után mellett, egy halünnepet, egy halfőző versenyt a lecsóhoz hasonlóan, csak más tartalommal. És hát egyrészt nagyon szimpatikus volt a csapat maga, a HOFESZ vezetése. Másodszorban azt gondolom, hogy a horgász társadalom egy nagy társadalom. Tehát én magam is tudom a családomból, hogy a pecázás az valami hihetetlenül rabult tudja ejteni, főként nyilván az urakat, de hölgyek is vannak szép számban. Illetve hát ez nem csak egy ilyen egyéni sport, hanem egy családi program alkalom, hiszen jó kimenni, kiszabadulni egy kicsit a természetbe, a pecázás, a horgászat a nyugalomról, a békéről szól. Nyilván az ember csak akkor ideges, hogyha nincs a horgon semmi. Tehát minden sokféle szempontból nagyon pozitív ez, gyerekeket is meg lehet vele szólítani. Úgyhogy igen, mondtunk, és hát azt látjuk most már az elmúlt évek alapján, hogy egyre többen jönnek főzni, egyre többen látogatnak ki, és élvezik magát a rendezvényt. Számos vendégünk is volt, színművészek szép számban. Az elmúlt években nagy megtiszteltetés volt Revicki Gáborral találkozni, most már több alkalommal. És hát ilyenkor Pamingerede és csapata jó voltából nagyon finom halászlét is fogyaszthatunk, amit azt kell mondjam, én nagyon szeretek. És hát maga a halfogyasztás, az pedig azt gondolom, hogy egy nagyon egészséges dolog, minél több hal kell, hogy kerüljön az asztalunkra, úgyhogy elbírja a reklámot, a marketinget. Na hát így indult ez akkor, és így lesz most 7. alkalommal jövő héten. Bevontuk a fehérvári programszervező cégünket, és hát most már a rendezvénynek ezt a szakmai részét azért ők tartják a kezükben. Nyilván ezzel segítettünk a HOFESZ vezetőin is, akik nem rendezvényszervezők, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó párosításként alakult így. És hozzáteszem, hogy kolbásztöltő rendezvénye, fesztiválja is van már, ha nem is Székesfehérvárnak, de hát nyilván azt is támogatja a város. Hát nagyon érdekes megtapasztalni azt, de ezt talán a családi otthoni életünkből is tudjuk, hogy a főzés először is egy közösségi dolog, ugye nem véletlenül a konyha, a meleg, a tűz köré ül a család is, és a tűz melegét ott lehet életben tartani. Szeretnek az emberek együtt főzni, eltölteni közösen egy napot, inni akár egy jó pohár bort, beszélgetni, együtt lenni, zenét hallgatni. Szóval látszik, hogy a nagy közösségi rendezvényeinknek az alapja az a főzés, legyen bármi is a tartalma. Van olyan rendezvényünk, mint a Sportmajális, ahol a sportra fókuszálunk, van olyan, ahol a gyerekeinkre, mint a Hetet Hét Játék Fesztivál, a Királyi Napok, ami a történelmi múltunkról is szól, főként ma már arról szól, és hát kellenek igen azok a nagyobb fesztiválok is, ahol a közösség ereje épül, erősödik, ahol sokan találkoznak egymással, akik esetleg korábban, hónapokban nem. Tehát ezek erre is nagyon jó alkalmak. Idén sem marad el a főzőverseny, 55 csapat már beadta a jelentkezését, de nevezni még április 4-éig lehet. Nem csak Fehérvárról és környékéről érkeznek csapatok, más megyékből, sőt a határon túlról is jönnek majd főzni a halünnepre. Pamingerede mesterszakács irányításával elkészítik a város 1200 adagos halászlevét, de halcsipszet és más finomságokat is kóstolhatnak a résztvevők. Kétfajta kategóriába fogjuk értékelni a versenyzőket, halétel, egyéb kategóriásban, meg a halászlébe. Halászlé, ott nem határoztunk meg dunai vagy tiszai halászlevet, ott egy általános zsűrizési feltétel alapján fogjuk ezt mi eldönteni, hogy melyik az a halászlé, amelyik a részünkre finom és ízletes lesz. Kik azok, akik még a zsűrit alkotják?
A zsűri tagjai, Grenyoszki Károly nagykövet is írt barátom és kollégám. Az idei halászléről egyébként mit lehet tudni? Hány főre készül, miből, milyen alapanyagokból, honnan érkeznek? 1200 fő megközelítőleg az a létszámra fogunk készülni az idén. A halat akasztóról hozok minden évben, az a minőségi hal, ami számunkra nagyon kedvező. Nem csak az íze, hanem a tartási körülmény is olyanok, ami hagyományos módon és nem mindenfajta táppal és növekedés hormonokkal etetik. A paprikát azt egy szegedi paprikafeldolgozó manufaktorától rendezzük ma évek óta ugyanabban a minőségben, a tésztát az Bajáról. Tehát mondhatom biztosan, hogy ez egy brépjon kategóriás halász lesz, nem utolsóban azért is, mert ugye mi készítjük. Az a horgászember vagy halászember, aki maga fogja a halat, az nagyon szüles kárán tudja ezt elkészíteni. A legnagyobb probléma a ma házi asszonyoknak az, hogy azt mondja, hogy büdös a hal, vagy illetve szálkás. Most az a hal, amit most fel fogunk dolgozni, ez akasztóról, ez egy olyan technológiából dolgozzák fel a halat, hogy szálkátlanítják. A szálkátlanításból azt jelenti, hogy olyan sűrű késeken megy át a hal maga, hogy másfél milliterenként fogják beirdalni, sózzák, majd a fűzésből eredendően teljesen eltűnik belőle a hálka, úgyhogy garantáltan szálkamentes halat fogunk készíteni. A fehérvári halünnepet először 2013-ban szervezte meg a Horgász Egyesületek Fehér Megyei Szövetsége, azóta pedig töretlen népszerűség jellemzi. A főzőverseny mellett pecázni is lehet majd. 2013-ban vettük át a szövetség irányítását, és ugye 13 őszén kerestük meg először a várost. Az első halünnep, ugye az azt hiszem, ha jól emlékszem, majdnem novemberi időszakra csúszott át, akkor kezdtük el a rendezvényt, és következő tavasszal már ugye a második alkalommal rendeztük meg, és folyamatosan nő a rendezvénynek a szerintem a minősége is, illetve a nagysága. Ebből adódóan a várossal sikerült egy olyan megállapodást kötni, hogy segítettek úgymond a rendezvény szervezésébe, hiszen nekünk nem a rendezvény szervezés a fő profilunk, hanem a horgáztatás, illetve a halakkal való foglalkozás. Így alakult ki, azt gondolom, egy ilyen teljesen jó szimbiózis, hogy most már részekre tudtuk osztani a rendezvényt. Pamminger Ede és Grenyoszki Karcsi, illetve az ő kulináris tímük főzik a halászlét kiváló minőségbe, illetve a magunk részéről ugye azt tudtuk hozzátenni, hogy talán az ország egyik legjobb minőségű halát az akasztói szikiponyból készítik a városlakóknak mind a halászlevet, illetve a különböző halételeket. A város részéről ugye a programszervezőiroda bekapcsolódotta ki a magát a rendezvénynek a színpadi programját, illetve abból adódó családi rendezvény a programokat a gyermekeknek, illetve a családoknak szervezik, és így ránk most már valójában csak a horgászverseny, illetve a főzőcsapatoknak a szervezése hárul, ami így se kis feladat, de nagyon nagy terhet vett le a várunkról, mert úgy gondolom, hogy nem tudna így nőni ez a rendezvény, vagy nem tudna fejlődni, hogyha a profi szakemberek nem léptek volna be ebbe a rendezvénybe. Hagyományőrzően Palotavároson tartjuk mindig az évadnyitó horgászversenyünket. Itt a helyszín az úgynevezett sporttavon, illetve a felső tavon és az alsó tavon lesz a horgászverseny. A felső tavon 65 főt tudunk elhelyezni stéges horgászati lehetőséggel. Ez a tóra való mennyiség, ez már betelt, ez pár nap alatt be is telt, nagyon sokan várják a rendezvényt, úgyhogy a gyermekek, illetve az ifjúsági horgászokat az alsó tavon tudjuk elhelyezni. Az ő létszámuk még tud növekedni, de ők is már szép számmal vannak. Azt el kell mondani róla, hogy most az ország talán egyik legkiemelkedőbb horgászvize itt a palotavárosi felsőtó a versenyhorgászok, illetve a szerelékes horgászok körében. Több magyar bajnokságot, metódóbét is itt tartunk, ide, illetve a második alkalommal. És ebből adódóan, tehát nem kell megijedni senkinek, az alsó tó is nagyon jól van halasítva, és itt is egy kicsit már a sporthorgászok igénye szerint átalakítottuk a tónak a rendszerét nagy hal kihelyezésekkel, tehát ilyen 5 és 10 kiló közti nagy testi pontyokat helyeztünk ki, illetve folyamatos telepítés mellett azt gondolom, hogy mindenki jól fog szórakozni az alsó tavon is. Vannak a gyermek kategória és az ifjúsági kategória, külön van női versenyzők is mindig szép számmal jelentkeznek a versenyre, illetve a felnőtt kategóriába talán most a legnépszerűbb horgászati módszer a féderes kategória vagy fenekezős horgászmódszer, illetve az úszós kategóriába fogjuk díjazni a versenyzőket. Palota város életében mit jelent a halünnep? Én azt gondolom, hogy a
mint a város első tavaszi nagy rendezvénye. Én az, úgy gondolom a palotavárosiaknak is az első nagy kitárulkozás, az ébredező természetbe jöhetnek és kipróbálják a főzési tudományukat, illetve lehetőséget teremt ez a halünnep arra, hogy a panel épületekben élő lakók, lakótársak együtt eltöltsenek egy kellemes délutánt. Jellemző egyébként az, hogy leginkább a palotavárosiak vesznek itt részt? Nem jellemző. Szerencsére én azt mondom, hogy ez a palotaváros szélén, szívében található, reményeim szerint rekreációs övezetnek, most már azért lassan nevezhetjük, ez nem csak a palotavárosiak életminőségét javítja, hanem a városiakét is. Sok palotavárosi jön le nyilván, hiszen itt a helyszín azért az könnyen ráveszi őket, hiszen szól a zene, száll a füst, jó illatok vannak a levegőben, tehát könnyen megtalálnak minket, nem beszélve róla, hogy egyébként egy szombati piac napról beszélünk, tehát onnan is sokan átjönnek, illetve a Fejér megyei Horgászok Szövetségének a társ egyesületei is jelen vannak, tehát mondhatom, hogy nem csak fehérvári, hanem megyei, sőt országos kitekintése is van a dolognak. De ha már itt tartunk, akkor határon túlról is érkeznek magyar testvéreink, illetve nem magyarul beszélő horvát testvéreink is, akik minden alkalommal elkápráztatnak minket, hogy micsoda jó és egyszerű módon lehet a halat elkészíteni. Április 6-án a Fehérvári Programszervező Kft.-nek köszönhetően egész napos színpadi program is várja majd az érdeklődőket. Maga a horgászverseny az egészen kora hajnalba, kora reggel fog indulni, ezt követi a főzőversenynek a regisztráció, ugye, amit a Hofesz bonyolít, és ugyanáluk is lehet jelentkezni, vagy lehetett jelentkezni mindkettőre. És a főzők között már korán reggeltől a Dynamite Dude zenekar fog játszani, mint a régebbi gasztronómiai fesztiválokon és másik is már bevált tavalyi csapat, nagyon szerette a közönség, ezért hívtuk őket. Ezután a helyi őrségi zenekar fog a színpadon zenélni, majd Cserpalkovics András megnyitja a rendezvényt, ezt utána megint a helyőrségi zenekar fogja folytatni a zenélést. Utána lesz egy kis színpadi átrendezésünk, és a gyermekeknek a Handa Banda zenekar fog koncertet adni. Ezt követően lesz egy kis színpadi szünetünk, és lesz egy kutyás bemutató a Dog Plus Egyesület jóvoltából a színpad előtt. A Dynamite Dudes ez alatt is folyamatosan zenél a főzők között, úgyhogy ők egy egész napos programot biztosítanak számunkra. Őket követi majd a Tintaló Társulásnak a Horgászni Tilos gyermek bábjátéka, ez is a színpad előtt kerül megrendezésre. Ezután következik Nagy Feró, mint sztárvendég, és utána pedig a Big Time zenekar fog zenélni egészen estig. Aki tehát szeret horgászni, vagy kedveli a halételeket, vagy csak egy jó kis hétvégi programra vágyik, mindenképpen látogasson el április 6-án szombaton a Palotavárosi Tavakhoz. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!